mi az az összeg, amit kiadnál egy AAA kategóriás játékjel, és hogyha már kiadtad érte azt az összeget, mit vársz attól a játéktól? Hosszú játékmenetet? Könnyed gameplayt? Jó karaktereket? Jó történetet? Mégis mi az, ami motivál arra, hogy a mai túlárazott világban megvegyél egy AAA kategóriás játékot? Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Jön egy kis Wolfenstein The New Colossus um, bemutató. Nem is bemutató, inkább jöjjön egy vélemény részemről, hogy miért van egy játék, mitől lesz egy játék rendben, vagy mit, mitől gondolom én, hogy számomra, ha már kiadok érte pénzt, akkor az a játék nagyon is rendben lesz. Ugye a Wolfenstein azért már régi uh, történet a játékvilágban, és mindig is egy... Uh, jó témájú játék volt, megfelelő kihívással. Gondolok itt a régiekre, például a Return to Kessel Wolfenstein, az, az azért eléggé masszívan nehéz játék volt, legalábbis nekem anna nem tudom ti, hogy voltak vele. Aztán megjelentek az új generációsok, amik már egy kicsit másra fókuszáltak, legalábbis számomra úgy vettem észre, hogy jobban fókuszáltak kicsit a témára és a késő alap, de megfelelő kihívással teli játékra. És azért tettem fel a kérdéseket a videó elején, mert én egy játékban, ha kiadok érte pénzt, akkor mindegyik kérdése a válaszom igen, mindegyiket akarom egy játék öm, egy játékban, ha kiadok érte pénzt. Mire gondolok itt? A Wolfenstein New colossus és a New order is aztán hidegen, melegen megkaptál mindent. Semmit nem rejtenek a vég alá, mindjárt rátérek, amire gondolok, és a, a New colossus pedig erre még rápakolnak um, egy történettel, egy, egy fordulattal erre az egészre. Tegyük fel például egy nagyon jó példa a mostani Call of Duty um, vs. Wolfenstein de New Colossus playerek terén. Mind a kettő nagyon jó, mind a kettő ilyen filmszerű, epic, stb. Egy problémá volt a Call of Duty-val, hogy um, történelmileg nem feltétlenül... Um, van rendben. Nem arra gondolok itt, hogyha már csinálsz egy játékot a második világháborúval kapcsolatban, akkor nem merj megmutatni, illetve kimondatni néhány olyan szót, vagy néhány olyan szimbólumot, ami kapcsolódik a második világháborúhoz. Ezzel ellentétben a Wolfenstein-nő és hitegen mindent. Van itt minden, ami azt a um, régi érát, a másik világháború náci Németország éráját képviseli, egy posztapokaliptikus, gyönyörűen megkreált világban. Annyiszor fogod itt hallani a fekete és a náci szavakat, hogy a végére már azt hiszem, hogy az embernek így, ahogy játszik ezzel a játékkal, leesik hogy ez miért volt egy káros viselkedés annak az emberiség részéről, amikor ez megtörtént. Tehát kiderülnek, uh, ugye BJ-nek a háttere, hogy az apja verte, verte az anyját, zsidó csa családból származott az anyja, és hogy uh, milyen neveltetést kapott ő, és egyszerűen nem rejtik vége alá semmit a kegyetlenséget, a kegyetlen világot, amit a nácik létrehoztak ebben a posztapokaliptikus világban. A antihős, aki egyszerűen fantasztikus karakter, és annyira jól van megreálva a személyisége, a kegyetlensége, és olyan jelenetekkel van tele a játék, hogy kávé nem YouTube képes, hogy ezt fel lehessen rakni, hogy beszélni róla. Olyan jelenetekkel van tele a játék, amitől csak így leesik az állad és egyszerűen fantasztikusan, a karakter fantasztikusan meg vannak csinálva. Az ellenállás vezetőitől, a főszereplőn BJ-n keresztül, aki tényleg a halhatatlan státuszba emelik már ebben a játékban, tehát tényleg egy spoiler egy lefejezéstől, ahol a új testet kap, és furcsábbnál furcsább dolgok, az összes karakter, a náci, aki nem akar lenni náci, a fekete ellenállás vezér, és Akinek mindegyiknek olyan személyisége van, hogy kitűnik, megjegyezhető, nem elfeledhető, mondjuk, mint a Mosnélkülöti Van, vagy vagy a Battlefield egy karaktere, azt se tudod, hol vannak, és egy egyszerű single player játékról beszélünk, ahol minden egyes szereplő, mellékszereplő ki tud tűnni. Egy nagyon egyszerű ö, jelenet ebben a játékban, amikor be kell mennie egy bárba rejtve, és a, abba bárba besétál egy uh, náci ilyen kapitány, tiszt, az a lényeg, ilyen SS tiszt, és kér egy milkshake tehát eleve egy kicsit ilyen Inglorious Busters uh, című feelingen volt uh, tőle az egész jelenettől, de bemegy a tiszt, kér egy tehát az irónia az egészben, hogy a, a, a németek Amerikában vannak, és egy tiszt, aki hely Hitler, fehér hatalom, stb. című történet, egy milkséket kér, mondhatni amerikai dolgot, amerikaias dolgot, és, és azt elkezdi inni, majd rádnéz, és, és elkezd méregetni téged, elkéri a papírjaidat, és még abban az egy szerencsétlen karakterben is, aki 5 másodperc alatt meghal, annyi, um, annyi karakter volt, annyi, annyi, um, személyiségek nyomtak bele abba csak abba az egy jelenetbe, abba az egy gameplaybe. Ö, tényleg a karakterek arcán tükröződik az érzelem, minden, egyszerűen teljesen át tudod élni ö, az egész történetet és nem félnek kirakni a szimbólumokat, nem félnek kimondani a szavakat és ez, és ez azt hiszem nem felháborító egy ilyen dolog egy videójátékban, vagy éppen a kegyetlenség, ami előfordulhat egy ilyen videójátékban. Mert amire végig játszod ezt a játékot, megtanul, én legalábbis úgy gondolom, hogy az ember megtanulja, hogy az, hogy fajgyűlölet, az, hogy fekete vagy fehér, az, hogy és hogy ezek között különbséget tegyünk. Ez. Um, nagyon nem jó dolog. Tehát valahogy annak ellene, amilyen kegyetlenségek folynak a játékban, hogy a gameplay lefolyik, megtanulja az ember, hogy, hogy, ennek tényleg semmi értelme nincs, és semmi értelme nem lett volna, hogyha ez így folytatódott volna a második világháború után. De tényleg egy olyan alapra helyezi ezt az egészet, hogy hat az emberei érzelmeidre, és, mikor szóba jön a falgyűlölet ezzel a játék a kapcsolatba, akkor érteni fogod az egésznek, és érezni fogod, hogy az egésznek miért nincs értelme. Tehát nagyon jól bemutatják a szabadság elvesztésének érzetét ebben a játékban. Nagyon jól bemutatják a, az elnyomás érzetét ebben a játékban is. Uh, hogyha játszol vele, teljes mértékben uh, ráérzel és megérzed azt, hogy milyen egy olyan oldalon állni, ahol te vagy az elnyomott, és nem te vagy az elnyomó. Fantasztikus, uh, fantasztikusan van megcsinálva, azt kell mondjam. Gameplay nagyszerű, 10-ből 10, karakterek 10-ből 11 mert egy single playerről van szó, egy egyszeri élményről van szó, és a karakterek nem feledhetőek. És ez nagyon-nagyon fontos. A történet megeshető kicsit átlagos, mi is ledorálod a náci németeket, de viszont a történetben szereplő pozitív és negatív karakterek teszik a történetet fantasztikusá. A háttér, ami kiderül BJ-ről, a főszereplő, aki te irányítasz, a háttérinformációk, amik végre kiderültek hosszú, hogy évtizedek óta, végre kiderültek, hogy ő mitől, olyan, mi, mi vezérli, mi az ő motiváció, mint az apja, hogy elárulta az anyját, eladta a náciknak, elárulta őt. Egyszerűen wow, tehát le, le a kalappan. És úgy gondolom, hogy 2017-ben ez az egy olyan játék, ami megéri a pénzét történet, gameplay, karakterek szempontjából, mindazon kérdések szempontjából, amit feltettem a videó elején. Igen, megeshet, hogy egy kicsit ilyen korridorsúter, shooter, mész, lősz, stb. egy nagyon kevés változatos útvonal, de ezt nagyon jó pó pótolja a fegyverek és a gameplayek érzete. Az enemik éppen elég szivacsok, de nem túl szivacsok. A könnyű enemik gyorsan lefekszenek, de nem túl gyorsan. A nehéz enemiket sokáig kell lőni, de nem túl sokáig, hogy frusztráló legyen. És a linearitását elveszíti a, a gameplayek élvezete, a környezet kialakítása és a kommunikáció, ami benne van a játékban. Srácok ez lett volna Wolfenstein a New Colossus bemutatója. Ha tetszett a videó, dobj el lájkot. Ha egyetértesz velem ennek kérdések kapcsán a videó elején, dobj el lájkot. Iratkozz fel a következő videóig. Sziasztok!